És voilà, kész van az egyetlen szendvicsem. Na most elviszem szépen, és legfőképpen elfelejtem ezt az egészet valójában, hogy hova fajult ez a mai univerzum. Roxy, most te lesz az agba szorítottak. Piu, 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 piu. Jaj, zentegek, jaj, elkapott. Jó fest, hát igen, te is. Ez jó. Ti már mit csináltok? Van fogalmatokról, ami félviselkedés ez? Szóltunk ilyen eszerű. Roxival jó el vagyunk. Hát persze. Ez ki lett? Nem tudom, de úgy eszik engem hívnak, úgyhogy kérlek, ha ne zalongjatok. Figyúz, nem ásszuk fel oda a szekrény tetejére? Jó ötlet. Hé, ti mit csináltok? Megint csak, hogy eljátszáltok ezt a nagy menőt. Ajjajjajjajjaj. Tehát hallgatkozói. Na, repülök. Juhú! Várjuk, nekem nincs íz. Szűz, Máriám! Roxy! Roxy, mondj valamit! Hát te miért tologatod az orrod? El is felejtettem. Eléggé jó válasz minket, mert minden. Hát te mégis tudsz élni. Hát persze. Mit gondolsz, hogy ki vagyok? Én a 13. Roxán vagyok. Ennek elment a lesze. Mali! Kész. Ettől legalább megszokják azok. Így mi. Ez a detektor biztosan felszégétesi. Hé, hát maga megszeregette ezt a csapdát. Ez öreg. Ez egy valódi detektor, ami pontosabban ide hívja Julius Caesart. Valamit adni kezdve. Mi ez a maszkala itt? Tudhatják, hogy épp ezért miért vagyok most itt. Te ott miért nem vagy ünnepő ruhában? Stimpy! Ó, Stimpy, hála az Istennek. Levelték a fejét, hogy mi a fene van vele? Vanna meg szemlé, nem? Ó, hát maga az. Én bizony, és éppen ezért visszaveszem a trónját. Attól tartok, hogy alé vagyok én a király. Mert hogy engem választott az egész univerzum. Stimpy, mi a mai helyzetek? Attól tartok, hogy esetleg, hogy az a kislány véletlenül olyan fiatal. És azok lehetnek királyok, akik pontosabban megtartják a méltóságát. Másrészt pedig 6 éven óvjakak nem ajánlott. 6 éven óvjakak nem ajánlott. Uram! Ezt maga meg fogja bánni? Hiába magyarázom meg, de akkor is vissza fogja szívni. Ezt tudja megvélem. Ez az útból. Mi üthetett ebbe? Nem, de kegyed viszont hozzámegyek. Tadididididididi. Na, ez ezzel még futni hagyom. Molly, véletlenül Roxy véletlen fejébe eszett, és véletlenül elvesztette az emlékezetét, és nem is emlékszik semmire. Ez amit mondott neki? Azt mondta, hogy 6 éven abjakak nem ajánlott. Hát ez hihető. Vagyis még jól nem mondta azt, hogy 12 éven abjakak nem ajánlott. Most hol vagyunk mi az alszulatban? Nem, dehogy. Szóval annyit mondok neked, Hugi, hogy 16 éven újakak nem ajánlott. Ha kegyed véletlenül eljönni, akkor legalább nem leszek ihenyél, mert mostantól én leszek az, ki szerencsét él, mert mostantól én leszek az, aki pont tenyél. Megmentek, drága elsegnőm. Uhú, ez fura. Látod? Tudok rugalmazni. Jönni hozzám felségül. Nem kösz. Rengeteg még a dolgom. Egyetlen mit is nézzünk?
Ez kiállja a kitást. Ez lesz benne a műhold is, meg minden. Ha akkor kérdez a kezem, hogyha megteszel valamit, bármit, édeském, vissza kell szerzed a kiállságomat. Mindet a kezed asszonyi elédben. Rendben, állom a fogadás. Hát, eléggé szomorú napra virattunk, attól tartok, el kell kergetnünk Roxit. El kell kergetni? Tehát ő a családtagunk. Ráadásul még ő volt a védelmezőnk. Ha legalább elkergetjük, akkor rögtön kitől a nagy pánik. Hát akkor mit csinálunk, Zenikém? Kérdezd ezt a programot, hát ha egyetért. Home of the Blues, ma este 8-kor. Ön? Csak egy lehetőség maradt. Maga fog elmenni. Én? Tehát én nem értek ezekhez. Te bolondította szegény Roxit, és te fogod visszabolondítani. Hát valamit tennünk ezzel. Mit csinálhatnék? Mit csinálhatnék? Megvan. Odin igazi hős válik belőled. Felszék, a mennyét eszedezi kiallgatásért. Most ebéd után nem gondoltam. Viszont az érthető, nem is izéke, hanem a panaszra jön elítéltve. Na, nem bánom, jöjjön. Felszék, ez kiáll jobb. De ki vele, mi a panaszottam én mennyét? Felszék, a vadász megint átlőtt lajtam. Hol? Itt? Hol? Ja, a sikátoron át. Szóval az ötben? Addig nem követette kiágással rágással. De felszék, ezedezem, végezem, takarodj majd meghívlak vacsorára. Rémes, rajtam mindenki vadászhat. Legfőképpen mennyétek is hívnak. Hát akkor én most elmentem, bácsikám. Attól tartok, hogy nekem rendezvúm lesz. Na, nem bánom, fiam, menjél csak. De aztán élj haza minél előbb. Ha akarok, akkor nem. Úgyhogy bocsikat, de nekem dolgom van. Szevasz, bácsikám. Ez a vaj, fiam valamit forralgat. Nem ilyen mit lesz a Bocsi. Te jól jött a szimpi, kedvejebb, köszi. Te jó ég. A palkát hamar. A palka, mit akar a vasszoroka? Jaj, hogy a műhaj? Nincs már szóhaj. Erre? A széken. Zsorza, kérj szépen. Jöhetsz te ég, hercegem. Köszönöm. Pst. Odin. Addig ott van a szélden. Szóval, mi történt? Ó, hát be is feltettem, hogy ez az aftershave, amit én használok. Bizony, a haja a legjobb, sima lesz a bőr, mint egy balaszk. Látja? Ha ennyi szőlősz, ne panaszkodj, csak hálaszd a balaszkot. A balaszkot étetted. De ugye tudtad, hogy te autista vagy. Ja, igaz. Hát, nem gondoltam, hogy maguk olyan fiú hangon beszélnek, mert véletlenül autisták. Én úgy is van, vagyis volt. Csajfestékük hamis volt, ócsorszút. Sajnos olyan típus, ami lejön. A instant kameleon. Így váltsa a színét. Aha, becsap minden spinét. Tegnap például ősz voltam. De akkor viszont nem szóltam. El ne felejtse, hogy majd uzsonnára szeretnék enni valamit. És éppen szége készüljelek. Jó ég. A végén még a szélbe visznek ezek a készpinék.
Parancsol, tisztelt vendég! Mi van? Mondom, parancsol, tisztelt vendég! Nem parancsolok! Azt parancsolok, amit helyet csinálok! Azt csinálok, amit tenni szoktam! Drágám, csak rendben van itt! Az a tokjás! Tudhatná, hogy egy perc égen a szálkalaszos miatt kellettem el! Hékász, minek neveled dogi maszkó? Én kérdeztem el, te dogi maszkó! Bajnok! Segíthetek a tisztelt vendégüknek? Szeretnék egy krajzmutot. Szólok, hogy extra krajzmut legyen. Eppresszel meg vaníjával. Eppresszel azonnal. Na mondjak, Roxán, hogy alakul a királyság. Esküvőn mennék, hogy jó. Arra gondoltam, békét köthetnék. Parancsoljanak, itt vannak a krászontok, jó étvágyat. Azt kívánom, hogy befoghatja a pofáját. Bocsánat, egyetlen. Jaj, te kis szépen, Csacsi. Nem gondoltam, hogy vannak, de mi van. Pincér! Igen, hozzá néhány két széket. Szóval, a királyság aljat átét. Lehet, hogy el kell mondani a Cézának arra, hogy egy hatály félejt iszt. Én mondom neked, hogy a croissant nagyon finom. Tudom, rájöttem erre a megoldásra. Oda megyek hozzá, és jó földbe döntöm ezt a barmat, amióta így bánt a szegény nővéremmel, és azt mondogatta nekem, hogy 6 éven a újakak nem ajánl. Ez a legszörnyűbb, ez a lettelt, ez a borzalom. És hogy boldogultál? Kínoszan. Jaj, nem beszéltem el valami kínoszat. Arra gondoltam, hogy legalább 1 percen belül leszámolok azzal a királya, egyszer és mindenkorra. De hát hogyan? Hiszen láthatnál, hogy legalább le fogja taszítani a fejed. Majd én egy erőt. Lassz voltok. Hát azt hiszem, hogy kávéta volt. Véletlenül csak lejött a kvácsont a fejé. Na jó, talán jobb lesz, hogyha maguk távoznak. Tim padi pidam brap pa pam pa pam pa pam Jupiti dupi yuttu Jupiti dapidam. A fene, megint elfelejtettem bekapcsolni a vizet. Ahogy meg el is felejtettem, hogy a vizet közben leengedtem. De jó vagy egyáltalán? Köszi Stimpy, nagyon meg vagyok. Mondja, szokuram, hogy évezte ki a királyságát? Attól tartok, hogy amíg a korona van rajta a fejemmel, akkor biztosan nem lenne baj. Mi több? Állj a pszichológushoz, mert valami nincs rendben az agyamban. Hékkel, nekem jó a memória. Azt hiszem, elvettettem a fejemet. Tehát ezt itt? Ő az. Lehet, hogy ő lenne az, aki pont az a bájott az életemet. És legfőképpen a kiházákat is. Hát, nem akarnék ezzel nem gondolni, de neked elment az eszed. Nem mondom, és kinek volt az ötlete? Hát neked. Úgyhogy valamit nem. Figyelsz, nem akarnék ebből nepratolni, de nem mentem hozzá, csak meg akartam beszélni valami jó dolgot. Jó, itt a neked.
szeretet önnel, jártatom. Idejemre azt a kolonát teszem kiházi. Nagyunk, mert ilyen bolhát úgy észre pofont kapsz, hogy a fejed leszáll. Ilyen jót még nem hallottam. Az volt, hogy ő ezt piszunk a tölpe. Még mosolyogni mersz? Te, ha én megharapszom. Megharapszik ez a mit ugaz. Hogy mit állok? Na majd kapsz egyet. Nesze! Vaj, nem egész erre gondoltam. A Siri adott velek a dobhártyádon. Na, elég, fejezd be, Freddy! Vedd ki a fülbe ezt a kis szörnyeteget! Bocsánat, felszegsz, hogy a szúzzunk rá, mint egy bolha. Elég, álljon le! Majd, ha ellendelj a tűzszületet, állj! Rajd abba, miért csinálod ezt? Ninne kuramano, tudhatnád, hogy a szézállal van a bibi. De hát te a dolgot, mi azt, hogy csinálsz? Hogy mit? Visszaveszem azt, ami az enyém. Igazam van? Jaj, végre. Hát ez meg mi? Ez itt van visszafélét. De attól tartok, hogy itt van a mi a tájfélet ide. Most mennünk kell, de majd telefonálunk. Na, viszlát! Hívják ide a katonákat, te azonnal! Jaj, te most itt maradsz! Hékász! Nem mondod komolyan, le kell küzdenem! Küldjél vissza! Ne! Fáj! Fejezd be! Figyelj, én vagyok az Odin! Miért nem fogod már fel végre? Te nem vagy Odin, csak egy rabszolga vagy! Az egész az én hibám. Nem lett volna szabad repítenem. Sajnálom, Roxy. Sajnálhatod is. Jöjjenek ki felemelt kézzel. Gondolkoz. Mi ez? Nepe, madárka fészkel bent. Ezek ott fent a fák. Megvan. Vadítjak meg. Hallom is szállalak, és ebben felrobbantajak. 1, 2, 3. Tűz! Megvagytok. Nézd, anyu, már megint itt van az a balfászán. Nyugi, megoldom én azt. Tüzeljetek, gyerekek! Jaj, jaj, ez tojás, jaj! Nincsenek itt. Hol vannak? Magyarázatot kérek. Vagyis ezt már mondtam, nem mindegy. Vigyél vissza a felnöködhöz. Itt én vagyok a király. Figyelj, én azt kívánom, hogy bárcsak az önző régi önmagad legyél. Mit bűnálsz? A te keverőd. Jaj. Most megvagy. Szolga, ezen nem lehet hatóztatlak. Azért, hogy végül kigúnyoltad gúnyos visszaimből. Tesszék, mi történt? Mióta vagyok én itt? Juhú, szikelült! Végre kiveltem a szegény Roxyból kiálszágot. Ez a megtisztelt uram, itt valamiféle jöttés, de nekem azt haza kell mennem. Mi? Hát akkor ki ez a rabszolgám? Örök visszavonuló. Mégis lesz az én kedvesem. Bocsi, Stimpy. De attól tartok, mégis ronda vagy ebben a szarkóba. Én lehetek a kegyed? Kezdenem, na léptem. Ez meg mi lelte? Mi ez? Hol vagyok? Hello, Roxy! Mi vagyunk, Odin és Molly.
Tényleg jól érzed magad? Hát gratulálok! Megmentetted a házunkat azzal, hogy végül lemondtál a kiásságra. Nem, Molly. Az egész leinteltek, nem kellett volna egyáltalán lepülgetnem, mert tönkretennem a napokat. Mindenről csak inteltek. Hát, igazából jobban esett. Te hol készülsz? Apropó, Dean. Habár épp beszélget kérdezni akarod, legkülönbözőbb inkább húfnánk egy pisztit választ helyette. Jelenjön, de egy pillanat. Mi történt Stimpivel? Tudod, mit mondok el? Csodálatos az a teszi a napunkat. Ahogy mondod. És egy nap visszatérjünk a korszakunkba, hogy tesszük. El nagyon jó, de... Mondd csak, ne adjunk valami pizzát. Az jó ötlet. Ebbe a macskába mi ütött?